A civil szervezetek támogatását nem befolyásolja az Európai Uniós források érkezése vagy azok hiánya, mivel ezeket 100%-ban hazai pénzekből, a fel nem ajánlott 1%-ból fedezik. A Nemzeti Együttműködési Alap 2023-as tudnivalóiról Nyíregyházán is szerveztek tájékoztatót a civil egyesületek számára, érdeklődőkkel telt meg a Megyeháza nagytermekkel délután. A Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működő szervezetek igen aktív pályázók, évről évre sok NEA forrás érkezik a térségbe. Dr. Kovács Ferenc polgármester beszédében kiemelte, ezekből az összegekből sokat tudnak fejlődni a civil szervezetek. Nyíregyházán nagy hagyománya van a civil életnek, és én nagyon örülök, hogy az önkormányzati rendszerrel nagyon sok területen komoly partnerség alakult ki a civil szervezetekkel való együttműködésben. Ugye most készülünk a Tirpák Fesztiválra, hétvégén, ahol nagyon sok civil szervezet megjelenik, de múlt héten volt a csillagfutás, tehát különböző rendezvények, környezetvédelmi, sport, kulturális, gasztronómiai, olyan rendezvények vannak városunkban, amikhez kell szükséges a civil részvétel is. Idén valamivel kevesebb, mint 11 milliárd forintra pályázhattak a szervezetek, a jövő évi összeg viszont meghaladja a 11 milliárdot. Ekkora összeget még soha nem tudtak szétosztani a civilek között. Legutóbb 12 ezer fölött volt a pályázók száma, és körülbelül 70% volt a nyertesek aránya. A civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár úgy nyilatkozott, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye aktivitás szempontjából mindig az első három helyen áll, illetve arra is adott tanácsot, hogy mi szükséges egy jó pályázathoz. Hogy is mondjam, szívvel, lélekkel töltik ki azt a pályázatot, jó pályázatokat adnak be, tehát nem veszik egyfajta automatizmusnak a dolgot, nem kvázi alibi pályázatokat adnak be, hanem valódi olyan pályázatokat, amelyek közösségépítő, hogy is mondjam, funkcióval bírnak. Akkor számíthatnak arra, hogy a kurátorok pozitívan fogják a pályázatokat elbírálni. Nyilván, hogyha már van valami intézményi tapasztalat, tehát látszik, hogy csináltak valamit, ami jól működik, akkor ez nyilvánvalóan pozitívan nyom alatba. A pályázatok sikerességéről a kollégiumok döntenek, majd miután megkötik a szerződéseket, a tervek szerint 2023. március elejéig átutalják a forrásokat. A civil szervezetek egyenként mintegy 4 millió forintot nyerhetnek a Nemzeti Együttműködési Alap forrásaiból, amit többek között működésükre, eszközbeszerzésekre vagy akár programok szervezésére is költhetnek.